Sziasztok srácok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok velem a mai különleges videóban. Egyből karácsonyi hangulatom lett, ahogy beléptem ebbe a játékba. Szóval egy ilyen karácsonyos Roblox videó mellett döntöttem, hogy elkészítem nektek. Hóembereket kell benne építeni, illetve egyéb nagyon érdekes dolgokat. Én ezt a hóembert építettem, de mindjárt megmutatom nektek, hogy gyakorlatilag ez hogyan is működik. Tehát R betűvel, hogyha végig szántom a havat, akkor ugye... Hogyha szemben nézzük a karaktert, láthatjátok, hogy egyre nagyobb lesz a hógolyom. Minél több havat gyűjtök össze, annál hatalmasabb lesz ez a hógolyó, ahogy láthatjátok. És... Jaj, mi ez a sötét? Megijedtem. El is készültem szerintem ezzel, de azért még egy kicsit gyűjtögetek. Igen, ez nem tudom mi volt. Kaptam egy arany budat, és akkor elvileg, ha ide jövök, akkor hozzá tudom adni a hóemberemet, de előtte ugye meg kell változtatnom a kinézetét, és akkor eltüntettem a régi szegénykémet, tegyem meg a szívét, és akkor még több havat kell összegyűjtenem, de nem tudom, hogy ezt most akkor hogy kell. Na mindegy, megpróbálom akkor ezt a rengeteg havat összegyűjteni, és meglátjuk, hogy meddig jutok el. De már megint hatalmas nagy. Na majd mindjárt kiderül. Egyébként nem tudom, hogy mik ezek a sétáló hóemberek meg mackók fegyverrel. Na, össze is gyűlt nekem valami, azt mondja 52x52, és ez micsoda? Itt van a Santának a workshopja. Hello, köszönt nekünk ez a kis manócska, vagy nem is tudom mi ez. És ide teleportáltam, és itt lehet mindenféle dolgot venni. Ó, wow. Na, nézzük csak meg, hogy mi mennyibe kerül. Azt mondja, ez 215-be kerül, és valamilyen állatot fogunk kapni. Hát nekünk ugye 598 ilyen, hát ez nem is tudom mi ez, vas vagy fém, valami a kettő közül, ilyenünk van, silver, ezüst, jól van. Ez már 2150, ennyink nincs, ez 21000, ez 65000, na jó, hát akkor kezdjük az elején. Szóval egy ilyen bronzt fogok szerintem venni. Kinyitom az ajándékomat, és egy snowfrogot kaptam, tehát egy békát. Itt 1, 2, 3, 4, 6, 7 darab van még. És tudok venni még egyet. Na lássuk, mi ez? Petcoal! Ez egy szén darabka. De cuki! Hát ez nagyon aranyos. És 168 maradt hátra, szóval vissza kéne mennem. Mert még pénzt kell gyűjtenem. Viszont, hogyha már itt vagyok, akkor mindenképpen szétnézek, hogy ez így micsoda. Ja, hogy ez a... Ó, értem, hogy így néz ki ez a kis falucska. Jaj, hát ez nagyon szép. Ó, hogy csúszkálok össze-vissza. El akartam nektek mondani, hogy ez mi? Ó, kaptam egy ilyet. De jó, tehát ilyenekkel van tele a pálya, ilyen kis cuki dolgokkal, illetve ajándékokkal. És már 5 cukorkát sikerült összeszednem. Illetve ezeket az ajándékokat, osztam, ekkora hógolyó volt, akkor tudom kinyitni, hogyha már ugye elértem arra a bizonyos szintre. Na most én szerintem ezeket felszedem, mert ugye ez azt jelenti, hogy kapok még plusz dolgot. És amint láthattátok, kaptam még egy ilyen aranyat. És itt van egy doboz, vagy hát nem doboz, egy ilyen ajándékláda, amit elvileg ki tudok bontani, hogyha 2-es szintű lettem, viszont nem tudom, hogy hanyas szintű vagyok. Itt oldal tudom megnézni, 0. Szuper. Ez nagyon szuper. Nézzük még ezt az ajándékot meg, de mivel 0 szintű vagyok, ezért nevetséges, hogy egyáltalán idáig én elmerészkedtem. Na jó, vissza is megyek akkor a helyemre, ami hol is van? Nem itt van, hanem valahol ott lesz. Eltévedtem, hol az én helyem? És valamilyen misztikus sziget is... megjelenik. Ó, itt vagyok. Itt vagyok legalul. De jó, hát ez szuper. Egy misztikus sziget is megjelenik néha, és majd azt is meg tudom látogatni, hogyha minden igaz. Ott vannak zöldek is. Hát ez szuper. Akkor ezeket gyorsan összegyűjtöm még. Mert ilyen nem nincsen. Ez az első zöld. De jó. 2 van már, és itt van még 2 piros. Hát ezzel el tudok lenni szerintem jó hosszú ideig. Nem tudom, hogy ezek mire jók, vagy be lehet őket egyáltalán váltani bármire. Aha, itt vannak, nézzétek. Ó, ott pont van egy. Fussál, mielőtt felszedi más, vagy nem tudom, hogy fel tudja szedni előlem, vagy ez mindenkinek így elérhető, tehát ezt csak én látom, vagy ők is, nem tudom. No, azt mondja, egy rudat, 25 ilyen aranyra tudok beváltani, az tök jó. És ezt is mind be tudom.
Hát adjuk el mindent. De jó, 16 arany. És az arany az mire jó amúgy. És arra még nem jöttem rá, hogy mi van akkor, hogyha... Tehát, hogy mi van ezekkel? Hogy meg tudnak ők támadni engem, vagy nem? Mert én meg tudom őket támadni, azt is meg tudom mutatni, csak nem szeretnék meghalni. Na jól van, itt az ideje hazamennem, és megmutatnom nektek, hogy tudok én azért nagyobb húembert is eszkábálni. Ó, hoppá, ez micsoda! Elérhető egy ilyen basic valami. Igen, és ez 6000... Mennyi? Ez 7450. Hát ne haragudj, de én ezt sajnos nem nagyon tudom megvásárolni. Ja, mert hogy ide jöttem. Ilyet tudok építeni, ez a basic. Ez meg mennyi? Ez 637, na hát ilyeneket is kéne majd. Aha, ja értem, tehát akkor tudok ilyet építeni, hogyha megveszem. Hát ez szép, jól hangzik. Itt is van egy level 2-es egyébként, de hol vagyok? Én haza szeretnék menni. Ó, végre, értitek, mire hazaérek már, feljön a nap. Szuper! Itt viszont újjászületés van. No, akkor én azt mondom, hogy egy R betűt nyomjunk. És várjatok? Ó, tele van a táskám. Akkor viszont építsünk egy hóembert, és azt mondja, hogy kaptunk 376 lett a végeredmény, tehát kaptunk ezüstöt, és akkor a maradék bezsákmányolt havat, azt be fogom tenni a hóember mellé. Mennyi állatkája van? Én is szeretnék állatkát, nem tudom használni. Take out, sell for gold, level up, hogy ezeket is még lehet azt a mindenit fejleszteni, hát azt hogy? Wow, take out-olom, tessék, itt van velem a béka, de cuki, és még lehet, őt is lehet take out-olni, és akkor mind a kettő, ú, de cukik, nézzétek meg milyen édes állatkáim vannak, hát a megeszembe megzabálom őket, itt ugrálnak a mögöttem, ó. Szuper, akkor összegyűjtöttem megint jó sok havát, szóval ezt ide behelyezem. Aha, 54. Szuper. Mint hogyha egyre többet tudnék hozzátenni, és egyre több dolgot kapok, mert hogy már 488 darab ezüstöm van. Tök jó. És megjelent megint ez a sziget, hát hogyha már arra megyek, akkor szerintem én ezt meg is fogom nézni. És akkor ott van az út, oda kell eljutnom, gyerünk! Gyorsan átmegyek. El kell jutnom oda. Járunk! Járunk! Ez az, itt van a misztikus portál. Hoppá, hát ez... Mennyi ilyen van itt? Ne már! Ez nagyon jó, milyen kis cukin néz ki. Kicsit üres, mint hogyha nem nagyon laknának itt, de amúgy aranyos a megolde. Tessék! Mi történt? Oké, ez elég érdekes volt. Gondolom befagyott az egész a fenébe. A csodába, hát oké. Nem baj, ezt is láttuk. Á, ez bővült nekem ki, nem tudom, hogy, de valahogy kibővült. Ez tök jó. És akkor odaadjuk a hóembernek a havat. Már. Ó, megépült. Wow. 608 lett már nekünk. Ugye ebből az ezüstből, és boldog karácsonyt kívánt ez a drága hóember. Hát köszönjük szépen, hóember, nagyon kedves tőled. Neked is boldog karácsonyt. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk neked is. Le kell prompolni, vagy nem is tudom, itt van. Várjatok. Evel. Hát ezt megnyomtam. És 869 lett a végeredmény. Nem tudom egyébként, hogy mennyibe kerül a lerombolást. Akkor még fejlesztek egy kicsit. Meglátjuk, hogy mekkora hóembert sikerül így videó végére fejleszgetni. És akkor megpróbálunk 269-et? Aha, 269-et összegyűjteni, ugye az a max. Hát akkor elleszek egy darabig. Ó, itt kidőlt egy fenyőfa. Szegény fenyőfa. Hoppá! 116. És kaptunk ugye aranybónusz, de csak egy darabot, hogyha jól számolom, igen. És leszállt az este, lőn este.
Hoppá, 139, 162, haladunk. És még egy bónusz, 208-nál vagyunk. Egyébként én úgy látom, hogy ha jobbra-balra mozgatom gyorsan az egeret, akkor sokkal nagyobb sávban, sokkal hamarabb összegyűjtöm ezt a hatalmas nagy hólabdát. És ismét kinyílt a misztikus portál. Hát jó lenne akkor oda eljutni. Bár mindjárt megvan ugye nekünk ez a sok hógolyó, mert hogy 231 és 269 kell. Látjátok? És szerintem sokkal jobb. Sokkal gyorsabban megvan. Ez lesz... Ja nem, 254, ez még nem a max. Mi történik itt mögöttünk? Hoppá! 269. Na ez a max. És akkor ide jövünk. Megnyomjuk az E betűt. És maxon lesz a hóemberünk. Jó magas lett, szuper. 1629. Igen, neked is nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk. Szóval 1629 lett ugye a max, ami szuper. Na most, hogyha erre rámegyünk, akkor eljutunk a Sandhouse workshopba, és itt, hogyha minden igaz, akkor a szilvert, hát azt még nem tudjuk megvenni. Viszont ebből meg tudjuk venni az összes állatot, szóval vegyük meg a bronz ajándékokat. Iksi-muksi. No, ez egy sima hóember volt? Ez az sima hóember, jó? Jöhet a következő. Ez pedig egy alpaka. Jaj, de cuki. Jöhet a következő. Nem várunk. Ó, ez egy ilyen Snow Kitty, egy pici kis cica. Jöhet a kövi. Szerintem meg lesz az összes, hogyha jól számolom. Még egy Snow Kitty. Akkor várjatok. Akkor nem lesz meg. Ugyanazt is lehet? Jaj, ne, ilyenem már van, a Petco, ne! Na, még kettőt tudok kibontani. Ne, három Snow Kitty! El kell adnom a Snow Kittyket. Na, még egy utolsót. Ezek is voltak már. Hát ez most eléggé meglepett. Akkor várjatok, hogyha rámegyek a petekre, vajon ezt el tudom adni? Aranyért tudom csak eladni. Nézzük meg. 3 gold. Jó, rendben. El kell adnom, mert egy kitty kell, hogy maradjon. Ezt is eladjuk. És egy békát is eladunk. Oké. És egy ilyen kolt is eladunk. Jó. Szuper. És most akkor 1, 2, 3, 4, 5 fajta van meg. Nézzük meg, hogy a piacon miket lehet venni. Ó, hát ezt még nem tudunk venni. Szánkót. Itt mi van? Ó, hogy hogyan nézzen ki a hóember. Mert most el se tudjuk megvenni. És itt mi van? Ez pedig egy fegyver. Na el se tudjuk megvenni. De azért jó, hogy ezeket sikerült megnéznem. Ott még van egy házikó, megnézzük, hogy az micsoda. Na ez most nem tudok bemenni. Túl nagy vagyok. Nem tudok bemenni. Oké, hát ez ennyi volt, szuper. Hát ezt mindenképpen eladom az összeset, és akkor lett 46-om. És ebből is eladom az összeset. 498 aranyam. Oké, hát ez király. No, hát akkor még egy picit gyűjtögetek szerintem, és megnézzük, hogy a következő az hogy fog kinézni, a következő hóember. Ismét elérhető ez a misztikus átjáró, szóval én el is megyek oda. Közben ugye gyűjtögetem a sok-sok hatalmas hómennyiséget a kis labdacsomhoz. És menjünk, és sok-sok cukorkát gyűjtögetni. Azt a mennyi minden van itt. Te jó ég. Menjetek már. Hát ez egy kész vagyon. Wow. Ajaj. És valaki meg fog ölni engem szerintem. Én félek. Engem ne öljenek itt meg. Ez direkt csinálja? Vagy ez... ez mi? Magától puffolódnak ide a dolgok, mint hogyha valamit lelőnének? Vagy ez mi? Nem nagyon értem. Na mindegy. Nagyon, úristen, mennyi dolgot sikerült összeszednem? Wow! Azt a mindenit! Te jó ég! Hát ez rengeteg. 3290. Hát ez baromi sok. És itt még mennyi minden van. Azt. Most már értem, hogy miért tűntem el az előbb is. Nem kifagyott, hanem bezárult az átjáró. De ez nagyon sok. 3290, az nagyon-nagyon jó. Bizony. Ho-ho-ho-ho. Hát ez Merry Christmas. Azt a mindenit, ezt nézzétek a szomszédnak. Hogy néz ki? Hát ez mekkora?
Hát ez már nagyon csúnya. Ez valami gigantikus, nagy, hatalmas hóember. Na, meg is teltem viszont, szóval építek egy újat, egy új hóembert, és akkor ugye ezzel Silver Bonus 468, E újraszületés. Oké, és akkor most ide be kell tenni E-vel a hóemberemet, ami szintén nagyon hatalmas lett, és 90%-nál tartunk, hát az nem jó. Kell még akkor neki. Na most nézzük meg, mert szerintem nem kell annyira sok. Tessék, hány százalék? Én mindig 96? Jó, akkor tényleg sok kell. Azt mondja, E betű. Ez az! Ez a max! És most mindjárt köszön nekünk, hogy boldog karácsonyt! Ho-ho-ho-ho. És amúgy itt lehetne venni egy szilvert is. Próbáljuk meg. Nyissunk egy ilyen ezüstöt. Fisher Beer! Ez az! És még egyet lehetne. De ezt be kéne fejeznem. No, nézzük meg. Aj, ne, alpaka! Na jó, még egyet. Itt ezt most így elköltöm mind. Nem igaz, hát ezek mind vannak. Még! Jó, ezt nem hiszem el. Nem bírom. Még. Aj, ne már! Még egyet! Ez az! Teddy bear! Na még! Egy darab, nem, kettő darab kell. Léci! Aj, ne! Még! Teddy bear, még egy teddy bear, de én ezt addig nyitom, amíg nem lesz meg a másik kettő. Aj, de ezeket nem szeretném, ezeket el akarom adni. Bocsi, de már vagytok belőle. Aj, még egy! Az utolsó, amit itt tudok nyitni. Snowman! Megvan! Igen, igen, egy darab kell még! Ezt nem hiszem el. Még egy darab. Azt mondja, take out. Ne, nem tudok többet. Na mindegy, ezt az alpakát eladjuk. És ez? Úgy, hogy ez más, ez menő alpaka. Akkor ezt adjuk el mindenképpen. Ja. Háromért rendben. És ez az alpaka, ez ő valamiért, nem tudom, de sokkal, ő egy shiny alpaka, jó rendben. Teddy bear közül, ez jobb, akkor ezt adjuk el. Jó sokba kerülnek amúgy. Ez ezres? Jó legyen. Marad 38. Hát, na jól van, srácok, hát szeretném megköszönni a figyelmet, és azt, hogy velem tartottatok ebben a videóban. Szóval remélem, hogy tetszett nektek. A következő részekben találkozunk. Addig is legyetek jó. Sziasztok!